élő zenét játszó együttesek váltották egymást a Szekszárdi Béla királytéren felállított rendezvénysátorban, de nem csak a kellemes zene miatt látogattak ki sokan a mártonnapi rendezvényre, volt, aki igyekezett a lehető legtöbbféle ételt megkóstolni. Majdnem, hogy mindent, libát kóstoltunk, libaburgert és libapecsenyét. Egész éjszaka sültek a különböző libahúsból készült ételek a sátorban. Márton napja a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos bőjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. A helyi éttermek séfjei igyekeztek minél különlegesebb ételeket készíteni. Nekünk vendéglátósoknak, a szekszári vendéglátó kerekasztalnak az volt a feladata kezdettől fogva, hogy libára, illetve a mostani őszi időszaknak a szezonális zöldségeiből készítsünk, és libából, liba alkatrészekből finomságokat. Mi ezt évről évre teljesítjük is. Mi már 2 éve ezelőtt egyszer megpróbálkoztunk egy bátor gondolattal ezzel a libaburgerrel, aminek a húspogácsája ugye teljes mértékben libahúsiból készül, egy kicsit ilyen kakukkfüves, érdekes fűszerezéssel. Ezt egy saját készítésű hagymalekvárral és tökmag majonézzel és libatöpörtyűvel készítjük, egy nem túl édes buciban. Ez egy nagyon kedvelt fogás. Szekszáron azt veszük észre, hogy minden, ami a gasztronómiával, a kultúrával és a borral összekötött rendezvény, ez mindig nagyon pozitív fogadtatás, és már nem csak a helyiek, hanem a turisták is erőt szeretettel látogatják ezt a rendezvényt. Abszolút igényli a fogyasztóközönség, hogy mindig egy picit újuljunk, mi próbálunk ennek eleget tenni. Nyilván, mivel a liba a fő csapás irány, nem könnyű, de mi is, az Aranykulacs kis vendéglő is, és a Bormúzeum is igen színes dolgokat próbáltunk összeállítani, amit a közönség jól fogad. Szent Márton napja egyben az újbor ünnepe is. Úgy tartják, hogy akármilyen is az évjárat, az újbornak el kell készülni a november 11-ére. A szekszárdi borászok ezért főként az idén a hordókba került italokkal készültek. Hoztuk a 18-as évjáratból a Sauvignon Blanc, a sári sárdonénkat, a rozi rozénkat, és egy vörös 18-as oporto bort, a gúnár borunkat. Szekszárdon 4 éve rendeztek először mártonnapi vigasságot a város főterén. A programokat szervező Babics Mihály Kulturális Központ vezetője szerint az, hogy a rendezvényt elfogadták és megszerették a helyiek, a jó ételek és borok mellett annak is köszönhető, hogy igyekeznek igényes zenei produkciókat hozni a városba. Úgy, ahogy a gasztronómiában is a liba, ez egy kiváló alapanyag, úgy egyébként Szent Márton, és természetesen a különféle gasztronómiai jegyek, azok megjelennek a magyar népzenében is. Ugye alapvetően most azt kell tudni erről a fesztiválról, hogy tavaly népzene és a világzene köré próbáltuk szervezni a kulturális kínálatot. Most az idei fesztiválon talán egy picit jobban nyitottunk, és a könnyű zenei élet kiválóságai mellett persze felcsendülnek kiváló népdalok is, csodálatos népdalok. Itt például az Essencia produkció tolmácsolásában, de holnap itt lesz velünk a Bogyiszlói zenekar, és egészen biztos, hogy mindenki egy picit fog majd kapcsolódni a Márton naphoz, és fog majd kapcsolódni akár a borhoz, vagy akár a libához. Ugye itt a gyermekprogramok azok kifejezetten Márton napi gyermekprogramok lesznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy számos kapcsolódási pont van, és igyekszünk is ehhez kapcsolódni. Bár sokan voltak, és minden ülőhely foglalt volt szinte végig a 2 nap alatt, Szekszárd polgármestere azt mondja, ez a rendezvény mégis a város kisebb, családiasabb hangulatú ünnepei közé tartozik, és éppen ez adja meg a varázsát. Folyamatosan jött a város felé ez az igény, hogy kellene itt a városközpontban is a megszokott rendezvényhelyszínekkel, a Béla Király téren egy olyan városi mártonnapot szervezni, ahova mindenki ki tud jönni, ahova meg tudják kóstolni az újborokat, meg tudják kóstolni az ételeket, és mutatjuk azt, hogy megszokhatták azt is, hogy ez kiváló műsorszámokat és programokat tudunk biztosítani. Azért különleges ez a Márton nap, nekem legalábbis én úgy gondolom, mert a nagy rendezvényeinken nincsen arra lehetőség, hogy ilyen kisebb közösségekben, családokban leüljünk és beszélgessünk, és a Márton nap tipikusan az, ami elsősorban a szekszárdiaknak szól. Ezen a 2 napon kiváló lehetőség van, hogy kijön ide egy család, egy baráti társaság, leüljenek, megkóstolják az újbólokat, beszélgessenek,
és aztán tulajdonképpen így felkészüljünk majd az adventi időszakra, aztán meg a következő évekre, amikor nagy rendezvényeken megint sokkal leszünk Szekszárdon. A Szekszárdi Mártonnak programjai vasárnap éjjel koncertekkel értek véget.